És akkor én azt javaslom, bár Timi jelenlétére már finoman utalt, hogy kezdjünk a lányokkal, és kezdjünk azzal a meccsel, amivel egyébként a lányok kezdtek, vagyis a Ferencváros bukaresti vendégjátékával, aminél egy picit az volt az ember érzése, hogy ugyan a vége nem nagy különbségű, vagy nem drámai vereség, és 30 fölött lőtt a Fradi, de valójában, amikor egy picivel reményteljesebb időszak jött, akkor mindig olyan könnyen rárakott a Bukarest 2-3 gólt, hogy mégis egyértelmű volt. Igen, ez volt az érzésünk egész mérkőzés folyamán, hogy egyértelműen jobb csapat a Bukarest, nem csoda, hiszen a világ legjobb játékosai vannak ott, ennek ellenére nagyon jól helytállt a Ferencváros, de valóban azt éreztem, hogyha kell, akkor megrázza magát, és aztán gyorsan köztem a 3-4-5-6 gól, úgyhogy valós képet nem kaptunk még a Ferencvároson, én azt gondolom. Ugye az volt a mérkőzés előtt is nagy kérdés, hogy milyen arcát mutatja a Fradi. A lőtt gólok száma az azt gondolom megfelelő, de nagy kérdés az, mikor majd egyenlő ellenféllel vagy azonos ellenféllel fog találkozni a Bajnokok Ligájában, akkor valóban mire lesz képes. Timi bevezetője után pedig egy gyors összefoglalás azok kedvéért, akik nem látták a meccset, hogy mi történt Bukarestben. 5 góllal kikapott a Ferencváros a CSM bukuresti otthonában. Mégsem megy senki a Dunának, hisz ezt a vereséget Európa majdhogy nem összes csapatánál előre kalkulálták volna. Pláne, hogy a tavalyi BL bronzérmes Románia csapata nyáron tovább erősödött. Tudniillik, az anyagi összeomlás után a Vardartól csomagban érkezett Bukarestbe a Lekic, Cvijic, Radicevic, Lazovic kvartett. Ilyen előzmények után csoda lett volna még a pontszerzés is, de ettől messze volt a sérülések miatt eleve kissé tartalékos Fradi. Negyed óra múltával már 11-6-ra vezetett a Bukarest, ám a zöldek ekkor még felzárkóztak, a 24. percben megint csak 2-vel ment a Bukarest. És ott van Klivinyi Kinga is a pályán, és egy góllal mutatkozik be. Na, így kell ezt csinálni. És ott is a mosoly Elek Gábor arcán. Ez nagyon sokat jelenthet, azt hiszem. Lelkileg mindenképpen. De csak átmenetileg lett szorosabb az állás, az elfogadható támadójátékkal ugyanis nem párosult hatékony védekezés. Az 5 gólos román előnnyel végződött első 30 perc után is pont ekkora maradt a két csapat közti távolság, a románoknál főleg Neagu kényelmesen lődözte a gólokat. A Fradiban a végül 6 találatig jutott Háfra Noémi jelentette az egyedüli veszélyt a román kapura, ám reális esély nem mutatkozott arra, hogy igazán szoros meccset játszon az FTC. A vége azért vállalható lett. CSM Bukaresti, FTC Railcargo Hungária 36-31. A bukarestiek legjobbja természetesen a 9 gólos Neagu lett. Ez volt tehát a mérkőzés gyors összefoglalója. Nyilván egy-egy részletben már csak a másfél perc alapján is bele tudunk kapaszkodni. Beszélünk például arról, hogy Klivinyi King az első Bajnokok Ligája gólját szerezte. De alapvetően ez a mérkőzés, ez arról szólt, hogy egyik csapat sem nagyon tette oda magát védekezésben, úgyhogy melyik tud több gól dobni, és sajnos az igazi gólgépek most a másik oldalon játszottak. Isten ments, hogy vitatkozzak Timivel, de egy picit mégis, ugye azt, hogy nem kaptunk reális képet a Fradiról, valamilyen szinten azért szerintem reális képet kaptunk. Azt látjuk, hogy ebben a szezonban is, vagy ebben a szezonban nagy lesz a különbség. Valószínűleg a két kiemelkedő csapat, a Győr és a Bukarest, mert szerintem ebből a BL mezőnyből egyértelműen kiemelkednek, és a Fradi között. Nem volt egy súlycsoportban, és nem is lesz valószínűleg a két csapat ebben az idényben. A Fradi a maximumot kihozta magából, az, hogy majd egy nagyon egészséges Klivinyivel, a többiekkel, amikor már belerázodnak, mondjuk Maloviccsal, aki majd a gépezet része lesz, mire lesz képes a Fradi, azt nem tudom, Bukarestben valószínűleg akkor sem fog tudni nyerni. Ja, mondjuk egy jó jobb átlövő régóta kellene a Ferencvárosnak, Laura van der Heijden sem váltotta be a reményeket. Ha már Maloviccsról beszélünk, legalább ott van benne, most első meccs, tehát nyilván csak bele kell látni, vagy... Mert csak azért kérdezem mindezt, mert ugye Elek Gábor azt mondta, hogy a túloldalon minden posztra van két világklassz is. Itt akkor megvan legalább egy ütőképes játékos? Én azt hiszem, hogy a balkezes átlő pozíció az évek óta, vagy talán évtizedek óta egy problémás poszt a Fradinál, és nem feltétlenül azért, mert azok a játékosok, akik a jobb átlőt játszották balkézzel, mondjuk nem voltak feltétlenül elég erősek ahhoz, hogy a Fradi keretében benne legyenek, hanem valahogy az az érzésem, hogy az a játék, amit játszik a Fradi, az a fajta gyors kontrajátékokra, passzokra, cselezésekre, egy az egyekre épülő kézilabda,
abban valahogy a jobbkezes jobb átlövő jobban fekszik, és a balkezes játékosok, mikor érkeznek sorba, hát egy jó párat fel tudunk sorolni, nem tudnak igazán beilleszkedni a játékba, és egy idő után, hogy jól játszanak, mindig visszanyúl az edző azokhoz a játékosokhoz, ha három jobbkezes, akkor ahhoz, akik igazán jól játszanak együtt. Tehát a Malovicsnál is most azt látom, hogy nehezen látom azt, hogy ő majd jobb átlövővel balkézzel igazán mondjuk a Háfrának, a Pennának vagy a Kovacsicsnak a szintjén fog játszani. Azért az jó hír volt, hogy Krivinyi, akinek nincs rendben a válla, és tudjuk, hogy a válla az, ami utoljára jön mindig rendbe. Ha kellett, közelebb ment, és ugye Ele Gábor akkor átörült ennél a gólnál, hogy átéreztük, hogy ez mit jelentett neki is, meg Kingának is, de azért volt olyan alkalom, amikor a szaggatottról megemelkedett, és amikor az ember azt várta, hogy eldobja, akkor inkább leütötte és tovább tette, mint aki fél attól, hogy csak rendben igen, legyen. A válasz nagyon nehezen kapcsolódik vissza, hogy fejben is és válban is elhiggyed, hogy az már nem fáj, és tudsz vele nagyot lőni. Nekem is volt szerencsém, és nem ilyen komoly sérülésem volt, mint a Kingának, csak át kell tisztítani a vállamat, de nagyon nehéz volt az idő, mire tényleg az eljut a fejedben is, hogy az a váll már nem fáj, és el tudod engedni a lövést, nem fogod vissza a lövést, majdnem, hogy újra kell tanulni az egész lövő mozdulatot. Igen, és ugye közelebbi múltra menjünk vissza, én beszéltem a meccs előtti nap Gáborral hosszasan, és mondta, hogy különösen nagyon szurkol Kingának, mert ugye Szucsánszki Zitával végigcsinálták ugyanezt egy válsérülés után, és az utolsó fázis azt mondta, hogy az a legeslegnehezebb, hogy majd Tomori Zsuzsinál is beszéltünk róla, Danyi Gábor ugyanezt mondta, hogy jó, oké, már jól van, de pályára lépni és ütközni, és ugyanez van Kingánál, igen, hogy az az öröm az arcán, az valószínűleg ennek is szólt, hogy rögtön az első megmozdulásból volt. Mérkőzésről mérkőzésre fog majd jönni. Szerintem az is, hogy beilleszkedjen, újra játszon, és ahogy nő az önbizalma, mert jönnek a gólok, majd onnantól szerintem ez a kapcsolás is átmegy fejben is, hogy azzal a vállal már lehet mindent csinálni. De ha már lövőkről beszélünk, amelyeknek azért legalábbis a távoli zónából egy ideje hiány van a Ferencváros, ugye szó volt most arról, hogy Krivinyi majd, szó volt arról, hogy Malovics még nem, de Háfrát ebbe a kategóriába be tudjuk tenni? Vagy ide is csak jó indulatta, mint nem, aki... Pillanatilag a Háfra Noémi az a lövő, aki 9 méter, vagy akár messzebből is képes a fal fölött lőni, és ráadásul ő abban a lelki állapotban van, hogy nem nagyon gondolkozza túl a helyzeteket, meg a szituációkat, amiket úgy ítél meg, hogy lövőhelyzet, gyerünk. És azt hiszem, hogy a Gábortól is azt az utasítást kapja, hogy főleg ne nagyon gondolkodjál, hogy mit csinálja a labdával, és lőjél. Egyébként beszélgettek ki, mert hiszen nem úgy, amikor itt volt nálunk. A válogatottban is ezt kéri tőle, mert ő az a játékos, nem csak a Fradiban, hanem az egész magyar kézilabdában, gyakorlatilag a balátlövőben, aki pillanatnyilag olyan lövő repertoárral, erővel rendelkezik, úgy fel tud ugrani, hogy akár 9-ről vagy annál messzebbről is gólt tudjon lőni. Hogy a Kinga mikor fog ilyen lenni, azért az nagyon nagy kérdés az operáció után, meg egyébként sem tipikusan egy távolról lövő játékos. Balovicsról beszéltünk arra, ugye nem mondtam én semmit. Én azt gondolom, hogy azért ő is, ahogy érett lesz a játéka, és beleszokik a rendszerbe, szerintem egyértelműen fogja tudni ő is azt a játékot, és azt a jó védekezést hozni, amit várnak tőle egy ilyen fiatal játékosnak. 22 éves. Igen, sokkal több idő egy új rendszerbe, egy új országba beilleszkedni. Szerintem türelmesnek kell lenni vele. Biztos, hogy egy kicsit többet vártak tőle azért a Fradiban, ez tény és való, meg mi is többet várunk, de el kell fogadni, hogy ez idő. Ha már egyébként Kim Rasmussen szóba került, az első magyar szó, amit megtanult a hírek szerint, a visszafutás volt. Ezt ugye mi hallottuk Németországban a világbajnokságon, hogy tökéletesen is ejti. Ezzel összefüggésben vagy sem, de az feltűnő volt, hogy milyen hihetetlen gyors gólokat kapott a Ferencváros. A kettő között azért az ember fel mer fedezni némi összefüggést. Ezeknek a kiküszöbölés, ez biztos egy fontos feladat lesz. Vagy lehet, ez a Bukarest erénye. Ez egy Bukarestnek, és ilyen szélsőkkel, tehát nagyon nehéz visszajönni. Radicevic és Mehmedovic a két oldalon, hát azt tudom, hogy igen, nehéz fajsúlyosabbat találni. A védekezés, a visszafutás, ez mindig a legnagyobb feladat, pláne az ilyen BL mérkőzéseken, mert látjuk, hogy a csapatok indulnak, ahogy megvan a labda, ahogy rossz lövés van, abból egyből jönnek az indítások, az indulások, úgyhogy ezzel számolni kell ezen a szinten mindenképpen. És alig, hanem ez az elem volt az, ami miatt a Bukarest mindig egy picit bele tudott tenni a különbségbe, amikor már úgy éreztük, na most csak 3, amikor visszajött a Fradi.
Hát nyilván ez is, de azért alapvetően az volt szerintem, hogy felállt fal ellen is sokkal erősebb ez a Bukarest, és nekem az volt az érzésem a mérkőzést megnézve, utólag néztem meg egyébként, mert élőben sajnos nem sikerült. Éppen Komlón voltunk EHF kupa meccset között. Ami nagyon Komlón egyébként, az volt. Minden esetre nekem az volt az érzésem, hogy egy ilyen hallgatólagos, meg nem támadási egyezményt kötött a két csapat. Fradi talán úgy elfogadta fejbe, hogy ezt a meccset mi nem fogjuk megnyerni, a másik csapat meg elfogadta, hogy jó, hát akkor futkározunk, lövünk jó sok gólt, mindenki jól érzi magát, nem kaptok túl nagy verést, és mindenki hazamegy, aztán majd meglátjuk, hogy a visszavágón hogy lesz ez a dolog. De most így elsőre nyitó meccsnek egy picit ilyen hangulata volt ennek a meccsnek. Igen, bocsánat. Nyugodtan. De csak annyi, hogy a bajnokságban ugye jóval gyengébb csapatokkal játszott eddig a Fradi, tehát hogy mégiscsak Timi teljesen jól felvázolt itt az elején. Most egy jóval erősebben játszott, majd a Christiansen ellen meglátjuk tényleg, hogy ott az értékmérő lesz, vagy a Bietigheim ellen, mert ott már nagyjából hasonló kaliber jön ellenfélként.